Bátaszékről Szegeden át Gyulára vezetett az egykori váci kedvenc, majd fradi csatár útja, rendszeres házi gólkirály Horváth Péteré, aki szülőföldjén is bír tervekkel, ezúttal viszont már edzősködik a Grosics Akadémián, ahova a fradista püspök úr hívta, és ahol zöld-fehér múltú szakemberek is gyülekeznek. Horváth Péter tervei és véleménye a magyar fociról már is. Szia jó, reggelt, jó kívánok. reggelt kívánok! Péter, most először tisztázok, hogy van-e kedvenc egyesületed? Hát természetesen van. Ferencváros, ahol három évet töltöttem, meg természetesen azért is, mert ott bajnokok tudtunk lenni, illetve én bajnok tudtam lenni a csapattal. No, hát ez a, ez a fradi szeretet és ez a fradi kötődés, ez, ennek volt része abban, hogy most Gyulára, az akadémiára kerültél? Természetesen volt, mert a, a minden szerdán volt ilyen öreg fiúk, tehát ilyen vegyes foci az ülői úton, és akkor a püspök úr mindig ott volt, ő volt a kapus, és ő vett, nála vetődött fel az hogy mi lenne, hogyha mennénk hárman vagyunk, hárman voltunk, illetve úgy kezdődött a lenti edzősködés. Tehát akkor a püspök úr nem csak vetődött, hanem ez a téma fölvetődött. Így van, uh -huh. szó szerint. Uh -huh. Na most uh, erre hamar igen mondtál? Hát amikor megkerestek, igazából sokáig nem gondolkodtam, mert azért szerettem volna kipróbálni magam edzőként is, és uh, nagyon jó lehetőségnek tűnt, sőt az is. Úgyhogy azóta, tehát három és fél éve lent vagyok, Gyulán. Te abszolút oda költöztél? Igen, családi így, így van. Uh -huh. Azt mondd meg, hogy milyen ez a közeg, és milyen akadémiát építetek. Ugye ez egy később indult vállalkozás, mint, a, mint az úgynevezett nagy nagy nevek meg társak, de mi itt a terv és a cél, és hol tartatok? Hát igen, hát amikor lekerültem, akkor még bérelte az akadémia pályát a Termától és most már egy teljesen új létesítmény van, tehát nagyon jó körülmények között dolgozhatunk mi is, és a gyerekek is természetesen. Hát annyi, hogy négy korosztályjal dolgozunk, és szeretnénk ezt úgymond ilyen elit akadémiává fejleszteni. Nyilván van még mit dolgozni, de hála Istennek a vezetőink is rajta vannak, hogy, hogy sikerüljön ezt minél előbb összehozni. Nektek, a játékosokat hova kell feladni, termelni, majd elsősorban Szeged a célpont, vagy ugyanúgy a Fradi is? Hát természetesen a Fradi is többek közt, de a Szeged a felnőtt csapatunk úgymond csak annyi technikai probléma van ebbe, hogy másik megyében van a Szeged, ezért közvetlen nem tudunk tehát, hogy hétről hétre váltani, csak fél évente. Voltak fiatalok, akik már voltak Szegeden, vagy illetve vittek Szegedre és játszottak is ott, de van együttműködési szerződés a termállal, a helyi MB3-as csapattal, és ö, oda is, ott nem játszott tőlünk senki még, de az is egy lehetőség, hogy Gyulán. Péter, ugye nagyon sokan szoktak panaszkodni, utánpótlás edzők is arra, hogy ma a gyerekek, a fiatalok nem annyira terhetőek, a figyelmük szétszórtabb te egy úgynevezett katolikus labdarúgó akadémián dolgozol. Ilyen szempontból az, hogy emellett ott van ez a katolikus jelző, ez mondjuk szigorban, nevelési elvekben, módszerekben, pedagógiában jelente más, mint mondjuk felcsúton vagy, vagy agárdon. Hát megmondom őszintén, hogy igyekszünk, tehát a lehető legjobbat kihozni a gyerekekből, természetesen a, ez az ő hozzáállásuk nélkül nem megy, de Püspök úr megfogalmazta ezt az egészet úgy, hogy nem csak labdarúgót nevelni, hanem embert is nevelni a gyerekekből. Milyen a, a, az alapanyag, mi, mi a tapasztalatod fiatal edzőként ezekről a kisrácokról? Hát a nagyobbik korosztályunkban azt mondom, hogy, hogy vannak már tehetségesebb játékosok, a kisebb korosztálynál vannak némi problémák, mert, mert ott egy helyen, tehát sok klub van, tehát ott van a Békés Csaba előre, a Békés Csaba UFC, a termális kisebb korosztályukban nem tudunk kollégiumba behozni gyerekeket, és ezáltal ott a helyi csapatoknál mindenhol megvan ez a korosztály, és kevesebben vagyunk. Sajnos kisebb létszámmal kell dolgoznunk, de azt mondom, hogy, hogy a nagyobbik korosztály, ahol kollégiumba be tudják, már a szülők elengedik őket természetesen, ott azért, ott azért lehet jó munkát végezni. Tehát a kicsiknél ott azért ott a helyben komoly konkurencia, meg elszívó erő van az Egyesületek részéről, de hosszú távon felteszem én ennek az akadémiának regionális, sőt országos beiskolázásúnak kellene, igaz? Hát Ezzel most hogy álltok egyébként? Hát igen, ezen, ezen dolgozunk, ezen vagyunk, hogy, hogy nyilván szeretnénk úgymond az első lenni ebbe a régióba, aki, aki kidolgozza a fiatalokat, illetve a legtöbbet tudunk odaadni a magyar labdarúgásnak. Tehát, hogy mondjuk egy olyan helyzet, amikor te szombathelyen találsz egy nagyon tehetséges gyereket, akkor megvan ma már a lehetőséged arra, hogy lecsapjatok rá, és mondjuk, hát ott is van ugye egy Illés Béla féle komoly akadémia, de mondjuk konkurencia, verseny van, de hozzátok kerüljön. Hát ez, ezzel még sajnos nem állunk így, hanem uh, úgy vagyunk, hogy uh, a legtöbb játékos, legtöbb gyerek azért toborzás útján kerül oda hozzánk, és ebből próbálunk dolgozni. Tehát, uh, a legjobbat kihozni. Azt mondom, hogy, hogy tényleg jó úton halad az akadémia, de még vannak olyan dolgok, amiben fejlődnünk kell. Péter, focizol te még közben? Én még játszom, igen. Bátaszék? Bátaszéken is játszottam, így már levezetésként, úgy mondom, de most a... játszottam egy fél évet Csongrád megyébe Szeged mellett Csengelén, most oda visszamentem vissza, illetve a saját megyébe, ott Békés megyébe vésztőre igazoltam. És akkor ott még rúgdosod a gólokat? Hát igyekszem rúgdosni a gólokat, igen. Jól bírod? Hát úgy gondolom, hogy a koromhoz képest jól bírom, igen. Na most közben mennyire, hát meg óhatatlan gondolom, hogy figyeled, mennyire figyeled a, a Fradit, ami a Fradinál történik, kedvenc egyesületednél. Hogy tetszik Ricardo Moniz munkája? Én azt mondom, hogy azonnal látványos munkát végzett, hogy ő átvette tavaly az egyesületet. Mindjárt én láttam hozzáállásban is javulást, meg hát az eredmények, eredményekben is láttam javulást. Mi az, ami legjobban tetszik az eddig látottakból? Nagyon egységesnek tűnik, motiváltnak tűnik a csapat, ami ami azt mondom, hogy egy magyar bajnokságban egy, egy jó Ferencváros és egy jó Újpest nélkül nincsenek olyan jó meccsek, véleményem szerint. Uh -huh. Tehát, hogy azt a fajta fradi lelkesedést, vagy tüzet érzed, hiába külföldi edző, hiába sok külföldi játékos, ami, ami a Fradi lényege, hogy úgy mondjam? Igen, én, én eddig azt hiányoltam, hogy, hogy nem érzik át igazából ezt a szellemiséget. Tehát sok külföldi játékos volt, és nem éreztem azt, hogy, hogy igenis, ha kilépek a pályára, ott, ott azért a közönség olyan motiváció, hogy, hogy szinte tényleg a, a 12. játékos, és nem éreztem eddig ezt a motivációt. Most, most igen, lehet egy kicsit érezni annak ellenére, hogy kevés a magyar játékos a klubban. Hát ugye nyilván összefügg azzal, hogy, a, hogy az utánpótlásban az akadémiában is erős lemaradásai voltak, mert sokkal később ébredt ismert okok miatt a Ferencváros. Szerinted ez a csapat hol tud végezni ebben a bajnokságban? Hát nagyon bízom benne, hogy, hogy ebbe a bajnokságban a dobogó közelére azért fel tud kúszni, mert véleményem szerint pontban nincs annyi hátrány, oda lehet érni. Aztán jövőre remélem, hogy a bajnokságért újra Száll. És végül azt mondd meg, hogy úgy fest, hogy te elkötelezted magad az edzői pályával, az merre vezethet neked még majd egyszer az utánpótlásból, akár az ülői útra is? Hát megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon jól érzem magam Lengyulán, szeretek lenni dolgozni, de természetesen vannak azért az embernek tervei, szeretnék egy Mondjuk azt nem mondhatom, hogy nevesebb klub, mert, mert azért egy Grosics Akadémián dolgozni az, az, azért szerintem nagyon szép, meg nagyon jó lehetőség. Inkább azt mondom, hogy meglátjuk, mit hoz a jövő, mert, mert nyilván szeretnék edzősködni minél tovább. Hát ö, akkor ehhez ö, sok szerencsét, meg, meg, jó munkát is neked. Egyelőre ö, még jó sokáig volt az akadémia. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, is.